Nintendo azt tartja a legfontosabbnak, hogy annyira fölkészültnek kell lenni egy harcosnak, hogy ne kelljen használnia a kardját. Tehát, hogy olyan meggyőződéssel, olyan akár tárgyaló képességgel, olyan fellépéssel legyen, úgy viselkedjen a világban, hogy maga körül konfliktus nélkül tartsa fönt a rendet. Tehát ez a legfontosabb része a filozófiai oldalának. Nagyon nehéz elmagyarázni, miért jó így üvöltve fejbe vagdosni a másikat, és ezt megszerettetni valakivel. Nincsen igazán praktikus haszna, tehát nem önvédelmi a harcművészet, hogy most kicsomagolom a bambuszkardomat, és majd jól megvédem magam a villamoson. Sajnos ezek után már nem nagyon fognak minket hallani, de ez a kiáltás is kell a gyakorláshoz. És ez a kiáltás, ez mit szolgál? Hát egyrészt a légzést megerősíti, másrészt a koncentrációt. Tehát ugye ezt már kitalálták a háborúban, tehát hogyha valaki üvölt és megy előre, akkor utána már nem gondolkozik azon, hogy mit csinál, csak elhatározta és megy előre. Gyerekkoromban én is judóztam, és aztán úgy alakult, hogy jöttek japán mesterek Magyarországra, és elkezdtek kendót, iaidót tanítani. És így kezdtem el én 85-ben. Amíg gyerek voltam, addig hajlékony voltam, gyors voltam, de utána már a fizikum szükséges. Az itt az eszköz használat révén ez nem annyira szükséges, és nagyon érdekelt, tehát jó csinálni. Kendo leginkább a távolságról szól, hogy én, nekem mi az a támadási távolságom, amikor ő még távol érzi magát tőlem, nem mer támadni, de én már elérem. Azt szokták mondani a mesterek, hogy az ellenfél támad, megkarcolhatja a bőrödet, de neked ketté kell tudni vágni. Tehát a kendo arról szól, akkor megmutatnám, hogy ez a távolság itt, innen kezdünk vívni, ebből még ha kitörök, akkor nem érem el. Míg hogyha innen egy lépés és egy kard, Isszoku Ittonomainak hívják ezt a távolságot, innen pontosan elére. A legfontosabb vágás az egyenes fejvágás, amit az előbb is mutattam, de nem állít meg egy rendes kendós, hanem tovább megy, tehát rendületlenül tovább megy. Jó? Át kell tudni menni az ellenfél. Nagyon fontos, hogy ha az első nem sikerül, akkor a következő, tehát a győzelemig tovább menni. Még egyszer. És látszik, de a további támadásra kész állapot, az úgynevezett zanshin, tehát nem arról van csak szó, hogy a találat után mindegy már, hogy milyen állapotban vagyok, tehát lopok csak tőle egy találatot, és aztán vagy szétesek, vagy elfutok, hanem meg kell maradni a fölénynek. Hát azzal, hogy tovább fut, vagyis hogy átfut az ellenfélen, ezzel olyan, mintha mégis megszüntetni az állandó készenléti állapotot. Nem, tehát a zanshin értelmileg azt jelenti, hogy a megmaradt szív, tehát hogy zavartalanul tovább megy. Tehát tulajdonképpen átmegy a két fél ellenfél között, mert tudja, hogy ketté vágta, és nem változik meg a tudatállapota. Az is nagyon fontos, és nehéz megtanulni, mert az emberben úgynevezett mushin, tehát ösztönös védekezési reflex van, hogyha például én vágok egy fejvágást, ő meg elindít egy dóvágást, akkor én ne akarjam azt kivédeni a könyökömmel, mert annak semmi értelme nincsen, hanem tovább menjek, akkor is, hogyha engem megvágtak. Mert még mindig annak van a legtöbb értelme, ha meghalok is, hogy végigviszem azt, amit kellett csinálni. Rájöttem, hogy a bushidó a halálban gyökerezik. Ha dönteni kell élet és halál között, az embernek habozás nélkül a halált kell választania. Ez nem különösebben nehéz, csak légy eltökélt és törj előre.
Élet vagy halál ennek szorításában alig lehetünk biztosak abban, hogy a helyeset választjuk. Persze mindenki az életet választja. Hajlamosak vagyunk rábeszélni magunkat arra, hogy valahogy életben maradjunk. De gyávaság, ha úgy maradunk életben, hogy igaz célunkat nem értük el. Ezt a döntő fontosságú kérdést meg kell fontolni. Ezzel szemben akkor sincs okunk a szégyenre, ha a halált választjuk és meghalunk, mielőtt igaz célunkat megvalósítottuk volna, bár lehet, hogy halálunkat mások esetleg hiába valónak és esztelennek tartják. Ez a szamuráj útjának lényege. Aki bármely pillanatban számít a halálra, minden reggel és este kész meghalni, az magáévá teszi a szamuráj útját, és ezáltal képes lesz egész életében hiba nélkül szolgálni urát. Közös szellemi háttér az a szamuráj kasztnak az önmaga nevelése. Tehát a 1200-tól 1400-as évekkori háborúk után kialakultak a stílusok, úgynevezett iskolák a kardvívásban, és egy kisebb béke időszak után, ez 1600-as évek után már nem a harc, hanem inkább az önnevelés. Annak ez jelentősége lenni igazán, hogy a harcosok a kardvívás gyakorlása által hogy nevelik magukat igazán. Tehát ugyanúgy nálunk is megvolt ez a tiszti becsület, a nemesi attribútumok tulajdonképpen. Ezt a szamurájok jelentették igazán. A magyar hagyományokkal, vagy a magyarországi hagyományokkal mennyire egyeztethető össze a kendóhoz tartozó hagyomány? Abszolút. Tehát a magyar az egy harcos nép. A lovas hagyományaival, a huszár hagyományaival. Ezt úgy kicsit kiverték belőlünk, de visszajön a zsigereinkből. A harcos, mint kaszt, ez lehet a menedzser, a vállalatnál, a vezető. Az a vezető, aki tud szolgálni egy magasabb vezetőt, aki föntartja a rendet, aki teljesíti a követelményeket. Az ilyenfajta helytállás az eszenciája tulajdonképpen a harcos kaszt viselkedésének. Az önfeláldozás is, akár az önnek semmisülés szintjén is, a forradalom, a lengyelekkel való együttharcolás, a közösségvállalás, ez mind benne van. Úgynevezett szuriasival megyünk, tehát csúsztatott lábmunkával nem lépünk, és nem a sarkunkon megyünk, hanem nincs lent a sarkunk soha, így. Vágás pillanatában ahhoz, hogy, amint mondtam, a csípő igazán benne legyen, az első láb egy nagyon kemény, intenzív, dobbantó lépést tesz előre, és azonnal zárja a hátsó lábat. Emiatt nem esünk le, hanem fönntartja ugyanabban a síkban a súlypontot, és mind